Öngyilkosok lettek. Jó. Sivalkodások voltak az ő. A mi udvarunkra szól az az épület, egy úgynevezett Benedek ház. Benedek, egy nagy kereskedő lakott ott, és oda gyűjtöttek össze egy csomó zsidó ember. Tisztességes, rendes embereket. Ismertem őket. Ott végig az utcánkban. Fenyves doktor, röntgen orvos, akkor Rózsáék, akiknek volt kis kereskedő üzlete, ilyen rövidáró kis üzlete, akkor szentpéteri ékszerészt ismertem, mindegyik nagyon rendes ember volt. Ez a zsidó templomon belül van, nem? Nem. Nem tudom akkor. Ehol van a zsidóház? Itt velünk szemben, azok voltak a révészek. Ott van a járdába lerakva a monogramjuk. Hát bizony Isten, nem vettem még észre sose. Pedig elmentem már jó párszor, de ezt még nem vettem észre. A nevek nem ismerősek önnek? Révész. Nem, hogy hiákok voltak ezek se annyi, nem nyomda, nem itt volt, hogy nekik a nyomdájuk-e? Ezeknek a révészeknek-e? Kereskedők meg szabóságuk volt, révészféle szabóság. És mit gondol ön, miért helyezkednek ott el ezek a kövek? Mi helyezkednek-e? Igen. Nagykörösiek voltak. Nagykörös város alapítói voltak. Volt itt még egy másik nagy dolog, ami Körösnek a színvonalát mutatta, a Schwindféle konzervgyár, amit ma lebontottak, nem létezik. 6000 embernek adtak munkát. Ez a város egy viruló, jó mezőgazdasági város volt. Itt volt 1, 2, 3, 4, 5 zenés vendéglő, ahol magyar nótát muzsikáltak a magyar cigányok. És szórakoztak az emberek. Itt tulajdonképpen ebbe a városba, a mezőgazdaságon kívül a zsidók meg a cigányok tartották föl a körforgást. Itt lehetett szórakozni, itt lehetett pénzt keresni, mert a zsidóknak Európa szerte volt kapcsolatuk a kiszállítással. Ez a Benedek cég, vagy a másik, vagy a harmadik, ezek be voltak képülve a kereskedelembe. Ezek nem kezdő emberek voltak, évszázados hagyományi voltak nekük. Ez a Schwindféle, Európa minden nagyvárosában volt egy lerakata, Schwind likőrnek indult, fölfejlesztették, 6000 dolgozója volt a végén. Úgyhogy ezek, és ott cigány, nem cigány, munkát kapott, és tisztességesek munk tudott élni, mikor a 13. havit osztották a gyárba, itt az üzletekben csak a pórzok maradtak, mert mindent fölvásárolt a lakosság. Olyan jó színvonó életet élhetett, függetlenül attól, hogy a származásától. Itt ebben a városban nem igen esett olyan rossz, hogy te cigány vagy, te én meg magyar vagyok. Együtt élt a város, ma ez sajnos nincs. Hogy romlott meg ez a viszony, ön hogy látja a helyzetet? Gazdasági helyzet. Megszűntek a munkahelyek, volt itt a Szolnoki úton, volt egy kis gépipar, volt a ládagyár, volt a bútorgyár, a konzervgyár. 5-6 olyan munkahely volt, hogy százával, ezrivel foglalkoztatták. Nem innen mentek el Kecskemétre,
hanem Abonytól fogva Ceglédig ide jártak dolgozni az emberek. Ez hozta vérkeringést. És ez az oka a mai helyzetnek? Ez. Hát, ha nincs bevétel, nincs kiadás. Ma elmennek az emberek. Majd reggel vagy délután tessék megnézni a buszmegállóba a kerékpártartótokat. Azoknak a gazdái mind elmennek Kecskemétre. Mit gondol, ha így folytatódik ez, ami most van? Újra megtörténhet ez a holokauszt? Az nem. Az nem történhet meg. Úgy, hogy a történelem során a nagy dolgok nem ismétlődnek. Ehhez kell egy félőrült ember, aki be tudja csapni az alattvalóit.